Isten hozott mindenkit az adventi gyertyagyújtáson, a harmadik gyertyát gyújtjuk meg szombat este Esztergomban a Széchenyi téren. Néhány lapot itt körbe tudtunk adni, amin két éneket találunk. Az első énekkel kezdjük el ezt az alkalmunkat. Istennek szent fia, ember boldogára, eljött a világra, szolgai formába, hogy minket megtartson, bűntől szabadítson. Még ma is jön hozzánk, ma is áldást hoz ránk, tanít kegyelméből, hogy megtérjünk bűnből, híveik is elhagyjunk, igazságban jár. Szállj meg minket, készítsd el szívünket, józan vigyázásra, boldog távozásra, hogy hitben hallhassunk, és örömre az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Istenünk, egy pici pont vagy az életünkben, de annál nagyobb a fényessége. A sűrű sötétségben megjelentél egyetlen csillagként, és ma is ez vagy számunkra. A sűrű sötét világban számunkra világító pont vagy. Szeretnénk most is ezt a világító pontot megtalálni. Szeretnénk a te útmutatásodat hallani, azt az evangéliumot, te irgalmas szeretetet újra megtapasztalni. Amen. Máté írása szerinti evangéliumból így szól hozzám Isten szava. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiú születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a proféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan, és fiút szül, és azt Emmanuelnek adják majd. Ami azt jelenti, velük az Isten. Adventi gyülekezet, szeretett testvéreim, a Jézus Krisztusban, velünk az Isten. Igen, velünk az Isten. Itt állunk a Városháza épülete előtt, annál az épületnél, ahol a jogi, hatósági ügyeinket intézzük. Hogyha lakcímünkben változás áll be, akkor be kell jelentenünk. Hogyha családi helyzetünk megváltozik, akkor ide kell bejönnünk, szintén papírra vetik, igazolványt kapunk. És van egy érvényes papírunk arról, hogy kik vagyunk, hova tartozunk, hol lakunk. De nem csak persze a személyes ügyeinket intézzük, hanem ebben az épületben számos jogi, számos törvényi háttérrel bíró ügyet intéznek a javunkra, az életünk megjobbítására, az életünk rendje érdekében. Nem kell sokat a téren tovább lépnünk, és már is egy következő
a törvény őreként működő épülethez érünk, a bíróság komor épületéhez. Viták, rablás, csalás, betörés, válás, és még sorolhatnánk, gyilkosság, hogy mennyi olyan problémát tud az ember sokszor akaratán kívül is saját magának generálni, amit aztán valahogy el kell intézni. És talán a legtöbbünknek nem volt még dolga a bíróságon, de mégiscsak itt áll a téren a bíróság épülete, ahol a törvény szava dönt, ahol megint csak a betű, az írás meghatározza az életünket. És itt állunk egy két szigorú, mondhatnánk nagyon fontos, életünk rendjét meghatározó épület között. Isten nem csak épületeket adott ebbe a világba. Az ember épületeket helyez el, ahol az életét úgy gondolja, hogy szabályozhatja, irányítja. Itt állunk a Szent Háromság szobornál. Itt állunk annál a szobornál, ami viszont arról tanúskodik, hogy ebbe a kemény, ebbe a betűről betűre betartandó, rendet követelő világba bele lehelte Isten az életét. És talán nem is lenne értelme az életünknek, hogyha a Szent Háromság szobor nem állna itt. Hogyha az Isten nem lehelte volna bele az életét ebbe a világba. Mert vannak helyzetek, amikor nem a betű szigora, nem a törvény erélyes, kifejező és mindent eláruló, mindent elrendező igazságára szeretnénk tekinteni. Hát gondoljunk bele csak a családunk életébe. Hát ott sem a törvény szigorával élünk, hanem a szeretet, a megbocsátás, a kegyelem gyönyörűségével. Ott is van, amikor nem a törvény dönt, hanem a szeretet határozza meg, hogy hogyan viszonyulunk az unokánkhoz, a gyermekünkhöz, a szüleinkhez. Nincs mindenre egyformán előírás. Nincs mindenre egyformán matematikai egyenlet, hanem ebben a világban benne van az Isten, és ez az Isten a vállára veszi a világ terhét, mert nagyon szétfeszített ez a világ. Nagyon kemény törvényekkel vagyunk már körbevéve. Szinte olyan elvárásoknak akarunk és kell megfelelnünk, amelyek a saját életünket is szétfeszítik, keményé teszik az életünket, nehézé teszik az életünket, felörlik az életünket. És Isten enyhülést adott a világba. Minden ember életében van egy pont, amikor úgy érzi, hogy ami eddig volt, az nem mehet tovább. Ahogyan idáig volt, azon változtatni kell. És Isten a Krisztusban ezt a pontot adja elénk. Amikor Jézust a világba adja, akkor azzal segítséget ad a mi életünkben is, hogy nem lehet mindig az elvárásoknak megfelelni, hanem lehet szeretni, lehet feloldani, lehet könyörülni, lehet engedni, sőt kell engedni. Mi nagy terhet tesz Isten Jézus vállára. Többenetes ez a kép, hogy Jézust pakolja meg az Isten a kereszttel, Jézusra teszi a bűneink büntetését, és feloldást ad az embernek, hogy élhessen. Nekünk enyhülést adott. Bele lehelte ebbe a világba Isten önmagát, hogy ne csak a kemény világot lássuk, hanem lássuk meg, hogy az Isten rajtunk megkönyörül. Ne akarjuk tovább feszíteni, tovább nehezíteni az életünket, hanem sokkal inkább egymás szeretetére, az egymáson való könyörületre helyezzük a hangsúlyt, mert ez az életünk igazi öröme, igazi eredménye. Amikor az ember rádöbben arra, hogy sokkal nagyobb dolog, ha engedek, sokkal nagyobb dolog, ha kegyelmezek, sokkal nagyobb dolog, ha ezt rábízom az Istenre,
hogyha az ő vállán van ez a teher, és Isten ezt tette, amikor Jézus beleszülte a világba, enyhülést adott. Így élhetünk ma is, velünk az Isten. Dzsida Jenőnek van egy gyönyörű, szép verse, én nem tudom olyan szépen elmondani a tartalmát, ahogyan ezt a költő megírta, a sötétség órája, ez a vers címe. Olvassák majd el, hogyha nem felejtik el. Nagyon gyönyörűen fogalmaz, és könnyen érthető a kép. Arról szól, ahogyan egy fehér kockacukrot belerakunk a sűrű kávéba, és ez a fehér kockacukor átitatódik a sűrű lével, eltűnik a fehérsége a kockacukornak, nem látjuk, de megváltozik a sűrű lének az állapota, megédesedik. Isten a fehér fény az életünkbe. Belekerül ebbe a világba, és annak az embernek az életében, amelyekben ott van a Krisztus, ott van az Isten, megédesedik az élete. Lehet, hogy a színe nem nagyon változik, de az íze más lesz az életnek. Adja Úrunk, hogy az adventi gyertyagyújtás tovább édesítse, tovább növelje a reménységünket az adventben, hogy velünk az Isten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A harmadik gyertyát nyújtjuk meg, Erős Gábor alpolgármester úr teszi azt meg nekünk. Köszönjük szépen! Isten öröme teljesedjen ki az életünkben, szívből kívánom. És talán visszaemlékeznek arra, hogy azzal kezdtük, hogy egy pici fény a sötét világban a Krisztus ragyogása. Vigyük magunkkal az Isten fényét, a gyertya fényét, Jézus világosságát. Hadd legyen öröme Krisztusban az életünknek. Amen. Szép hajnal csillag, Jézus ragyog fel, teljék meg szívünk tiszta fényeddel. Adventi csendben téged várunk, jöjj Urunk Jézus, maradj nálunk, adj erőt nékünk, vinni szerte szét, irgalmat, fényét, tűnjék a sötét.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.